Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szent Lélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Nagyon sok szeretettel köszöntöm a testvéreket január 1-én, az új év első napján, ami parancsolt ünnep, de ma vasárnapra esik, ez így nem teheli meg a keresztény katolikus testvéreket, hiszen nem kétszer jövünk szentmisére, hanem csak egyszer. Két dologra is oda kell, hogy figyeljünk a mai napon. Az egyik ez a január 1-e, új évet kezdünk. És olyan gyönyörű a számomra, hogyha szentmisével, jó Istennel kezdjük ezt a napot. A mi himnuszunk, ugye szerintem, vagy szerintünk egyik legszebb himnusz, legszebb imádsággal, és annyira szeretem benne, hogy az egész évet minden magyar, aki tényleg elénekli a himnuszt éjfélkor, az az Isten szavával kezdi. Ha hívő, ha nem hívő, azt mondja, Isten áldjon a magyart. Ez volt az első szavunk az év folyamán, azért ez egy gyönyörű ajándék számunkra. Mondjuk, hogy keresztények vagyunk, látjuk, hogy nem vagyunk anya, de mégis ez itt van, és minden imádságnak ereje van. A másik pedig ma van Szűz Mária Isten anyaságának az ünnepe. Ez egy nagyon mély teológia az én számomra, és úgy szeretem azt, amikor erről beszélhetek csak egy-két szóban, Efezusban 431-ben a zsinat kimondta, hogy Mária Isten anyja. Sokan megkérdezik tőlünk, hát ez hogy lehet, hogy Istennek anyja van, mikor Isten öröktől fogva létezik. Egy gyönyörű, mély mondat, talán már sokan ismerik, sokan hallották tőlem, de nagyon szeretem, ezt hozta a zsinat. Így lehet Mária Isten anya, hogy azt mondja, Mária nem Isten szülte, hanem azt szülte, aki Isten. Most vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket. Urunk Istenünk, könyörülj rajtunk. Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságodat. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Thank you.
Könyörögjünk. Istenünk, te Mária Szűzi anyasága által örök üdvösséggel ajándékoztad meg a világot. Engedd kérünk, hogy Isten anyjának közbenjárását mindig érezzük, mert tőle kaptuk fiadat, az élet szerzőjét, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben. Isten mindörökkön örökké. Olvasmány Mózes 4. könyvéből. Így szólt az Úr Mózeshez. Mondd meg Áron főpapnak és fiainak, a papoknak. Így áldjátok meg Izrael fiait ezekkel a szavakkal. Áldjon meg az Úr és oltalmazzon. Ragyogtassa rád arcát az Úr, s legyen hozzád jóságos. Fordítsa feléd arcát az Úr, és szerezzen neked üdvösséget. Hívják le Izrael fiaira nevemet, és én megáldom őket. Ez az Isten igéje. Szent lecke Szent Pál apostolnak a Galatákhoz írt leveléből. Testvéreim, amikor elérkezett az idők teljessége, Isten elküldte fiát, aki asszonytól született, alávetette magát a mózesi törvénynek, hogy felszabadítson minket a törvény szolgaságából, és a fogadott fiúságot elnyerjük. Mivel pedig Isten fiai vagyunk, Isten szívünkbe elküldte fiának lelkét, aki ezt kiáltja, Abba, Atyám. Nem vagy tehát többé szolga, hanem fiú, és a fiú akkor Isten kegyelméből örökös is. Ez az Isten igéje. Pásztorok sietve elindultak, és megtalálták Máriát, Józsefet és a jászolban fekvő kisdedet. Miután látták, elbeszélték mindazt, amit már korábban megtudtak a gyermekről. Aki csak hallotta, csodálkozott a pásztorok elbeszélésén.
Mária pedig szívébe véste szavaikat, és gyakran elgondolkodott rajtuk. A pásztorok ezután hazatértek, dicsérték és magasztalták Istent mindazért, amit láttak és hallottak, pontosan úgy, amint az angyalok előre megmondták nekik. Aztán eltelt 8 nap, és körülmetélték a gyermeket. A Jézus nevet adták neki, mert így nevezte őt az angyal, mielőtt még anyja méhében megfogant volna. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, most pedig hallgassuk meg a Szent Atya üzenetét a béke 56. világnapjára. Senki sem menekülhet meg önmagában. Újrakezdés a koronavírus járvány után, hogy közösen keressük a béke útját. Ami az időt és az órát illeti, testvérek, arról nem szükséges írnom. Magatok is pontosan tudjátok, hogy az Úr napja úgy érkezik el, mint éjjel a tolvaj. Idéz Szent Pál első leveléből a Szent Atya. Pál apostol e szavakkal arra szólítja fel a tesszaloniki közösség tagjait, hogy álhatatosan várják az Úrral való találkozást, nyitott szívvel, mindkét lábbal a földön állva, figyelmesen szemlélve a valóságot és a történelem eseményeit. Még akkor is, amikor életünk eseményei tragikusnak látszanak, és úgy érezzük, hogy az igazságtalanság és a szenvedés sötét és nehezen elviselhető alagútjába jutottunk, arra szól a meghívásunk, hogy szívünket nyitva tartsuk a remény előtt, és bizakodva várakozzunk Istenre, aki megajándékoz bennünket jelenlétével, gyengéden kísér, fáradtságunkban megerősít, és mindenek előtt megmutatja számunkra a helyes utat. Ezért Szent Pál többször is arra buzdítja a közösség tagjait, hogy legyenek éberek, keressék a jót, az igazságosságot és az igazságot. Ne aludjunk hát, mint a többiek, hanem legyünk éberek és józanok, idéz az első tesszaloniki levélből. Ez felhívás arra, hogy virasszunk, ne zárkozzunk be a félelembe, a szorongásba vagy a lemondásba. Ne engedjünk a szétszórtságnak, ne csüggedjünk el, hanem tegyük inkább úgy, mint az örök, akik képesek figyelni és észrevenni a hajnal első fényeit, különösen a legsötétebb órákban. A koronavírus járvány mély sötétségbe taszított bennünket, feldúlva megszokott életvitelünket, felborítva terveinket és szokásainkat, felforgatva a legkiváltságosabb társadalmak látszólagos nyugalmát is, zűrzavart szenvedést és oly sok testvérünk halálát okozva. A társadalom és az egyének olyan helyzetekben, amelyek a legyőzöttség és a keserűség érzését keltik, ritkán képesek fejlődni. Ezek az érzések gyengítik a békéért tett erőfeszítéseket, társadalmi konfliktusokat, frusztrációt szülnek, végül pedig az erőszak különböző formáit idézik elő. Ebben az értelemben úgy tűnik, hogy a járvány még világunk legbékésebb részeit is megrázta, és számtalan sebet szárt fel. 3 év után eljött a megfelelő pillanat, hogy időt szánjunk a kérdésfeltevésre, a tanulásra, a növekedésre, annak vállalására, hogy egyénként és közösségként is változzunk. Ez kiváltságos időszak arra, hogy felkészüljünk az Úr napjára, mert többször is megfogalmaztam, hogy a válsághelyzetekből az ember sosem jön ki változatlanul.
vagy jobban, vagy rosszabbul kerülünk ki belőle. Ma arra kaptunk meghívást, hogy feltegyük magunknak a kérdést. Mit tanultunk a világjárványból? Milyen új utakat kellene bejárnunk, hogy levethessük régi szokásaink békőit, hogy felkészültebbek legyünk, hogy valami újat merjünk tenni. Az élet és a remény, milyen jeleit ragadjuk meg annak érdekében, hogy tovább lépjünk és jobbá tegyük világunkat. Miután magunk is megtapasztaltuk a törékenységet, mely az emberi valóságot és személyes létünket is jellemzi, elmondhatjuk, hogy a koronavírus betegség legnagyobb tanúságát annak felismerése jelenti, hogy mindnyájunknak szüksége van a többiekre, hogy a legnagyobb, bár törékeny kincsünk a közös Isten gyermekségünkön alapuló emberi tevékenység, és hogy senki sem menekülhet meg önmagában. Ezért tehát sürgetően fontos, hogy közösen keressük és mozdítsuk elő azokat az egyetemes értékeket, amelyek kijelölik ennek az emberi testvériségnek az útját. Miközben a világjárvány mindezt felszínre hozta, pozitív jelenségekre is felfigyelhettünk, mint például az alázathoz való áldásos visszatérés, bizonyos fogyasztói igények csökkentése, az újra megélt szolidaritás, mely arra ösztönöz, hogy kilépjünk önzésünkből, és megnyíljunk mások szenvedése és szükségletei előtt. Ebből a tapasztalatból megerősödött tudatosság született, mely minden népet és nemzetet arra hív, hogy ismét a középpontba helyezze az együtt szót. Csak együtt, testvériségben és szolidaritásban vagyunk ugyanis képesek arra, hogy békét teremtsünk, biztosítsuk és igazságot és túljussunk a legfájdalmasabb eseményeken. Csak a testvéri és önzetlen szeretetből fakadó béke segít legyőzni a személyes, társadalmi és globális válságokat. Ugyanakkor, amikor már remélni mertük, hogy túl vagyunk a koronavírus járvány legsötétebb éjszakáján, egy újabb csapás sújtja az emberiséget. Egy újabb szörnyűség kibontakozásának vagyunk tanúi, egy háborúnak, mely hatásaiban hasonlítható a világjárványhoz, de amelyet bűnös emberi döntések irányítanak. Ukrajnában a háború ártatlan áldozatokat szed, és bizonytalanságot okoz nem csak a közvetlenül érintetteknek, hanem nagyon sokak számára széles körben és válogatás nélkül, beleértve azokat is, akik több ezer kilométerre távolabb szenvednek a háború járulékos hatásaitól. Gondoljunk csak a gabona és üzemanyag árakkal kapcsolatos problémákra. Természetesen nem ilyen járvány utáni időszakot reméltünk vagy vártunk. Valójában ez a háború a világ összes többi konfliktusával együtt az egész emberiség és nem csupán a közvetlenül érintett felek verességét jelenti. Míg a koronavírus betegségre találtak vakcinát, a háború ellen még nem találták fel az ellenszert. A háború vírusát bizonyosan nehezebb legyőzni, mint azokat a kórokozókat, amelyek az emberi szervezetet fertőzik meg, mert az nem kívülről, hanem a bűn által megrontott emberi szívből fakad. Mit kell tehát tennünk? Először is engedjük, hogy a megtapasztalt válsághelyzetet megváltoztassa a szívünket. Vagyis engedjük, hogy ezen a történelmi pillanaton keresztül Isten megváltoztassa a világ és a valóság értelmezésének megszokott szempontjait. Nem csak saját biztonságunkat kell keresnünk, hanem itt az ideje,
hogy mindnyájan egész társadalmunk és bolygónk gyógyulásáért dolgozzunk, megteremtve az igazságosabb és békésebb világ alapjait, komolyan elkötelezve magunkat egy olyan jóra való törekvés mellett, amely valóban közös. Az a feladatunk, hogy felelősséggel és együttérzéssel nézzünk szembe világunk kihívásaival. Meg kell újítanunk erőfeszítéseinket, hogy biztosítsuk a közegészségügyi ellátást mindenki számára, elő kell mozdítanunk a békére irányuló kezdeményezéseket, hogy véget vessünk a konfliktusoknak és háborúknak, amelyek továbbra is áldozatokat követelnek és szegénységet okoznak. Összehangoltan kell gondoskodnunk közös otthonunkról, egyértelmű és hatékony lépéseket kell tennünk az éghajlatváltozás ellen. Küzdenünk kell az egyenlőtlenség vírusa ellen, ételt és tisztességes munkát kell biztosítanunk mindenki számára, támogatnunk kell azokat, akik még a minimál bért sem kapják meg, és nagy nehézségekkel küzdenek. Fáj nekünk az a botrány, hogy a népek éheznek. Csak akkor leszünk képesek új világot építeni, és hozzájárulni Isten országának felépítéséhez, mely a szeretet, az igazságosság és a béke országa, ha Isten végtelen és irgalmas szeretetétől inspirálva önzetlen vágyakozással vetjük bele magunkat ezekbe a helyzetekbe. Azzal a reménységgel osztom meg ezeket a gondolatokat, hogy az új évben együtt járhatjuk az utat, megszívlelve azt, amit a történelem taníthat nekünk. Jó kívánságaimat küldöm az állam és kormányfőknek, a nemzetközi szervezeteknek, vezetőiknek és a különböző vallások vezetőinek. Az összes jó akaratú férfinak és nőnek azt kívánom, hogy a béke munkásaként napról napra jó új évet építsenek. A Szeplőtellen Mária, Jézus anyja, és a béke királynője járjon közben értünk, és az egész világért. Kelt, Vatikánban 2022. december 8-án, Ferenc. Most pedig valljuk meg hitünket. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában. Testvéreim, az új esztendő első napján kérjük gondviselő mennyei atyánkat, hogy az Isten anya közbenjárására áldjon meg bennünket az egész esztendőben. Add, Urunk, hogy szűzanyánk közbenjárására eredményes legyen szentséges atyánknak, főpásztorainknak és papjainknak apostoli munkája. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, Urunk, hogy az emberiség felismerje a boldogságos szűz, Isten anyai méltóságát, és gyermeki bizalommal forduljon hozzád. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, Urunk, hogy akik az Isten anyában égi édesanyát kaptunk, szeretettel mutassuk meg, hogy gyermekei vagyunk. Add, Urunk, hogy egyházközségünk minden tagja
egészében érezhesse a Szent Szűz anyai pártfogását. Kérünk téged, hallgass meg. Add, Urunk, hogy lelki válsággal küzdő híveid az üzanya közbenjárására megtalálják a hozzád vezető utat. Kérünk téged, hallgass meg. Add, Urunk, hogy a háború véget érjen és béke legyen a földön. Kérünk, őrizd és óvd az ártatlanokat és minket is. Kérünk téged, hallgass meg. Add meg, Urunk, családjainknak, hogy neked szentelt hivatások termőföldje legyen. Adj hitet a szülőknek, hogy vágyuk legyen küldötteket adni egyházad szolgálatára. Kérünk téged, hallgass meg minket. Gondviselő atyánk, a boldogságos Isten anya személyében hatalmas pártfogót adtál gyermekeidnek. Ott kérünk, hogy akik fiadnak hűséges hívei akarunk maradni, mint halálig érezzük Szűzi anyánk hatható segítségét Krisztus, ami Urunk által. Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadja el az Úr ezekből az áldozatot, nevének dicséretében és csökségében, mindannyiunk és az egész Atya szeretetjével. Istenünk, Te vagy minden jónak elkezdője és beteljesítője. Szűz Mária Isten anyaságának szent ünnepén magasztaljuk kegyelmi munkálkodásod kezdetét, és újongó szívvel arra kérünk, hogy annak beteljesedésén is örvendhessünk Krisztus, ami Urunk által. Az Úr legyen veletek! Emeljük föl szívünket! Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek! Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges atyánk, mindenható örök Isten. És a boldogságos mindenkor Szűz Mária, Isten anyaságának ünnepén, téged dicsérjünk, magasztaljunk és áldjunk. Mert ő fogadta egyszülöttedet a Szent Lélek által, és szüzességének teljes ragyogásában világra hozta az örök világosságot, ami Urunkat, Jézus Krisztust. A Te fölségedet általa dicsérik az angyalok, és imádják az uralkodó szellemek, az égi hatalmak rettegik. A mennyei seregek, az ég erői, s a boldog szeráf kórusok újongva együtt tisztelik. Add, kérünk, hogy az ő szavukhoz társuljon szózatunk, és alázatos megvallással zengjük. Szent vagy,
Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta a tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Visel szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, László püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a Szent Apostolokkal, Szent Bernát apáttal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele, és ő benne a tiéd, mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Isten emberé lett, hogy mi Isten gyermekei lehessünk, ezért merünk így imádkozni. Mi Atyánk, ja, a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot, s üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
Jézus Krisztus születésekor az angyalok békét hirdettek a Földnek. Ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus békefejedelme, ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a szeretettel. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Legyen békéje. Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Krisztus teste és vére. Amen. Krisztus teste és vére. Amen. Krisztus teste és vére. Amen.
könyörögjünk. Istenünk, a boldogságos Szűz Máriát, Szent Fiat szülőjének és az Egyház anyjának magasztaljuk. Boldogan vettük magunkhoz ajándékodat, kérünk, hogy ez segítsen el minket az örök életre, Krisztus, ami Urunk által. Hirdetjük a testvéreknek, hogy a mai naptól változik a miserend. Belvárosban szerdánként nem lesz reggeli mise, hanem csak este 6 órakor lesz szentmise. Újvároson a szombat esti misék maradnak el, ma ugye reggel nem volt, hanem este lesz, de ez csak az új január 1-je miatt van. Havi egy német nyelvű szentmise lesz, ez mindig megbeszélés tárgyát képezi, tehát figyelni kell a hirdetéseket. Január 7-én, tehát most szombaton, már is lesz Erik atyával 16:30-kor egy német nyelvű szentmise. A Caritas köszönetet mond mindazoknak, akik az év folyamán adományaikkal, imáikkal támogatták a rászoruló testvéreket. A havonta nyújtott élelmiszer és más anyagi támogatás mellett 338 fő részére tartalmas karácsonyi élelmiszercsomagot adhattunk át, és 80 főt pedig agapén láthattunk vendégül a közösségi házban. Hálásan köszönjük a katolikus iskola diákjainak és felkészítő tanárnak az ünnepi műsort. Január 6-a vízkereszt parancsolt ünnep. Reggel lesz 7 órakor szentmise, és este 6 órakor mi Erik atyával Pécsre megyünk a püspökségre. A püspök atya írt egy rövid kis kérést. Nagy öröm számomra, hogy május 25 és 28-a között a Misszió Tours utazási iroda szervezésében a zarándoklatot hirdethetünk Síksomlyóra. Szeretettel hívom az egyházmegyénk családjait, közösségeit, egyházközségeit, hogy csatlakozzanak ehhez a szép utazáshoz. Egy zarándoklat mindig különleges kegyelmeket hordoz, és kiváló lehetőséget kínál keresztény hitünk és összetartozásunk közös megélésére és megerősítésére. Plakát van kint, nagyon részletesen el lehet olvasni, mennyibe kerül, milyen helyeken lehet megszállni, minden szépen le van írva. Végezetül egy naptárt még újból, mert azért még elég sok van, nem szeretnék, hogy rajtunk maradjon, de nem azért mondom ezt, hogy ez annyira, hát nagyon szép naptár, de ez egy emlék is, jó? Tehát ez azért jó, hogy Gábor atyát is lehet látni rajta, Erik atyát is. És ugye eszembe jutott egy kis történet, január 1-én azt hiszem el lehet mondani, hogy el is lehet lapozni a naptárt. Egyszer mentem édesanyámhoz, és kapott egy naptárt a lányoktól, testvéreimtől, és minden hónapban az a családtag volt, aki aznap ünnepelt valamit abban a hónapban. Csak mentem anyukámhoz, és látom márciusban, hogy április van rajta a hugommal. Mondom, anya, hát nem április van, hanem március. És akkor visszalapoztam, és láttam, hogy én vagyok rajta. Az ingemben egy kicsit így a pocakomtól így ki van az ingé tágul, és mondta, de te nagyon kövér vagy rajta, ezért átlapoztam. Hát itt is lehet ilyet csinálni nyugodtan. Az első adnak nem is annyira tetszik, mert én vagyok rajta. Aki engem nem szeret, nyugodtan lapozz át, és nézze februárt, ahol már lehet, hogy éppen egy csoport van, vagy éppen Zsolt van rajta, őt lehet látni. Hogyha valaki nem tetszik, akkor attól meg lehet még venni, mert átlapozni át lehet, és nagyon sok jó kis kép van benne. Így kívánok nagyon boldog és tényleg vidám új évet önöknek. Most pedig fogadják az Úr áldását. Az Úr legyen veletek! Isten, aki minden áldásnak ősforrása, adja meg nektek kegyelmét, árassza rátok bőséges áldását, és tartson meg titeket az egész esztendő folyamán, épségben és egészségben. Őrizze meg titeket töretlenül a hitben, adjon hűséges kitartást a reményben, és erősítsen meg a mindvégig türelmesen gyakorolt szeretetben. Irányítsa békéjében napjaitokat és tetteiteket, hallgassa meg mindig és mindenütt kéréseiteket, és vezessen el a boldog örök életre. És áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen.
szentmise véget ért, menjetek békével küldetésetekben. Istenek legyen már!